Május elejétől már lehet jelentkezni, júniusban pedig ténylegesen elindul az idei állami otthonfelújítási program. A programmal az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését pályázhatja meg a lakosság. Az 1 millió forintos önrész esetén igényelhető, összesen maximum 6 millió forintos összeg megoszlik egy kamatmentes kölcsön és egy visszanemtérítendő támogatás között. Bákány Zsoltnyi, az Otthon Centrum Iroda vezetője 35 perc című műsorunkban arról beszélt, a program hozzájárulhat az ingatlanpiac élénküléséhez. A 2023-as év volt egy nagyon szomorú éve az ingatlanpiacnak, tehát akkor el lehetett mondani azt, hogy visszaesett a tranzakciószám, míg 22-ben 138 000 tranzakció bonyolódott az országban, így egy évvel később csak 110 000 darab tranzakció. Most azt prognosztizálták, hogy megint elérjük a 130 000-es tranzakciószámot. Tulajdonképpen mi azt láttuk, hogy a tavaly szeptembertől, tehát az utolsó negyedévtől felélénkült a piac, ugye akkoriban kiderült, hogy lesz új csokk, sőt azok az emberek gyorsan megvásárolták az ingatlanjaikat, akik már a használt csokkot tudták csak kihasználni, és azzal tudtak élni. Szóval az év végén egy kicsit ezek a változások megbolygatták a piacot, és mindenki arra várt titkon, hogy az otthonfelújítási támogatás majd hip-hop meg fog jelenni. Ez ugye meg is történt. Csak ugye lényeges tudnunk, hogy ezt az otthonfelújítási támogatást azok igényelhetik, akik 2024. május 1-től abban az ingatlanban lakcímmel rendelkeztek, amit felújítani kívánnak. Az tehát ebben a programban már nem működik, hogy a sok esetben üzleti céllal frissen vásárolt házakat vagy lakásokat újítják fel. Lényeges változás még, hogy a felújított ingatlanokra elidegenítési tilalom lép életbe 10 évre, amely csak akkor törlődik, ha a tulajdonos idő előtt visszafizeti hitelét. A néhány évvel korábbi otthonfelújítási programmal ellentétben pedig a mostaniban kizárólag energetikai korszerűsítés végezhető el. Csak jót tehetünk azzal, hogyha ténylegesen erre fordítsuk a támogatást, amire kell. Mert ugye az volt a probléma az előző támogatással, hogy bármire is igénybe lehetett venni, nem volt megkötés a 90-es építési év, hogy az előtt legyen, és ugye nagyon sok fürdőszoba megújult, de az ablakok nem lettek kicserélve, a gázkazánok korszerűtlenek voltak, a melegvízellátást ugye megint csak nem, mondjuk villanybojler biztosította, tehát erre találták ki ezeket a megkötéseket, hogy tényleg hasznosuljon ez a támogatás, és mi úgy látjuk, és ugye nagyobb cégek, ellenzések is ezt mutatják, hogyha ez a befektetés meg lesz, tehát a 6 millió belekerül egy ingatlanba, azt akár... 7 millió önerővel együtt, igen, ugye? 7 millió forintról van szó, tehát egy 15 milliós árnövekedést el lehet érni, mivel hogy mi azt is tudjuk, hogy a 90 előtt épült, nem korszerűsített ingatlanokat akár 20-30%-kal kevesebbért adtuk el, mint azokat, amik korszerűek voltak. Fontos kikötés még az otthonfelújítási program kapcsán, hogy a felújított ingatlan energiafelhasználásának legalább 30%-kal csökkennie kell a korszerűsítést követően. Ezt a tulajdonosoknak a munkálatok előtt és után energetikai tanúsítvánnyal kell igazolniuk. Lényeges információ továbbá, hogy a korábbi otthonfelújítási támogatáshoz képest most keretösszeget határozott meg a kormány, így érdemes minél előbb beadni a jelentkezéseket.